ebből a videóval megtanulhatod, hogy hogyan kell React programot írni ChatGPT segítségével. Nagyon ambiciózus a feladat, ezékként tegnap élőben meg is történt egy órámon ennek a beszélgetését most így nem élőben fogom csinálni, de azért emlékeztet illusztrálni fogom azt, hogy mennyire érdekes volt maga a beszélgetés. A fő kérdés, amit vizsgálnod kell, ebben a helyzetben nyilván mint egy szoftverfejlesztő hogy a ChatGPT ért, mekkora értéket ad a folyamathoz, és neked, mint szoftverfejlesztőnek kell-e egyáltalán értened például a react -hez. Mert az alapállapot az, hogy ha belegondolsz, úgy is lehet használni a ChatGPT-t, hogy neked lövésed sincs ahhoz, hogy mi az a React, vagy mi az a React Router, és akkor majd legenerálja neked a kódot, megoldja a problémádat. Te csak írod, írsz egy két mondatot, és kész na vajon ez történt-e vagy nem? Nézzük meg! Tehát az egész beszélgetés angolul történt, én fordítom magyarra. Légy szíves, hoz létre egy egyszerű demót, egy webalkalmazás pontosabban, amely Reactet és React router használ, és van egy navbarja, ugye a navbar az navigációs elem, linkekkel, hogy a rautok -ok között, az útvonalak között tudjuk navigálni. Van egy homepage, van egy about page például. A az az about page re megjelenik. És navigálhatsz az oldalak között. Ez egyébként egy tanulói kérdés volt, ezt nem én hoztam létre ezt a kérdést nyilván. Utána pedig még mondta, mondtam neki, ez egy kicsit, ez majd később még vissza fog köszönni, mert én eléggé proaktív vagyok általában a ChatGPT használatában, tudom, hogy hol fog elszúrodni az egész fontos, hogy az eredményt majd GitHub Pages-en fogjuk, hoztolni, fogjuk ezt vett figyelembe. És akkor írja a kódot. Jó, npx create react app valami react router demo. Én ezt rövítem rr-demo-ra, ha nem gond. Tehát akkor itt van valami Visual Studio Code CD pont a kilépek, és mivel ez az MPX parancs ez létre is fogja hozni az RR demo foldert, ha megfelelően írom. Az RR az nem a Red Ribbon Army a Dragon Ballból, hanem egyszerűen csak a React Router lesz. Tehát akkor RR demo, create React app. Ez eltart majd egy percig minimum, tehát most addig valami szórakoztató dolgot fogok itt nézni ebből a válaszból. Installálja a React Router domot, aztán utána mindent belehány, ez most szándékosan mondtam így, az app.js-ben nem a legkarbantarthatóbb megoldás, de hát mit csináljak, egy egyszerű demót kértem, hát ezt kaptam. Úgyhogy ez nem gond, ezt majd még befogjuk másolni a kódban, amikor készen lesz és uh, még ráadásul egy not found 404-es komponens is adott ebbe az úgynevezett switchbe. Na most, akik értenek a React Routerhez, azok már rögtön dobtak egy hátast, hogy ez, ez most uh, micsoda, akik mondjuk az utóbbi egy vagy két évben tanulták. A veteránok nem dobnak egy hátast, hanem csak megmosolyogják, hogy na hát ez, ez valószínű React Router 5-ös kód, és uh, ezzel kapcsolatban még lesz egy vicces, vicces dolog és ezt majd látni fogod, hogy mi a vicces dolog. Aztán az NPM startal nyilván indítjuk a programot, utána pedig NPM run build el ugye a production build-et, amelyet majd fel fogunk tölteni GitHub Pages-re, ezt oldjuk meg, és a GH Pages telepítése, deploy script, minden oké. Okay. Én egy kicsit másképp szoktam csinálni a pre-deploy deploy, deploy scriptet, de ettől függetlenül ez még egy megfelelő megoldás. Tehát, akkor Látod, hogy ezek a lépések, na most az els, egyik első lépés az ez lesz. Nézzük, elvégezteted? Igen, elvégezte, tehát akkor menjünk a CD-vel rr- demóba és kódponttal létrehozok egy új Visual Studio kódablakot ez már szerintem itt ma a hetedik lesz, létrehoztam, de mindegy. Uh, itt vagyunk, és a szorszon belül van az app.js, és ezt az app.js-t kellene helyettesíteni ezzel a csodálatos kóddal. Most én nem megyek még bele, hogy hol van ebben a kódban a probléma, de tip lesz itt probléma. Több. Egyikben már belementem a switch, de, az, de van egy másik nagyon nagy probléma, és ezt nem fogod látni nagyon sokáig itt a videóban. Mert ez valamilyen szinten oktatási célokra is, a célokat is szolgál ez a videó. Na oké, okay. akkor ezzel meg vagyunk és mit akart még itt? Adjunk egy not found komponens. Azt nem mondja, hogy hova a 404-es not found de szerintem itt van a helye. Látod, ehhez már kell egy kis kompetenciát. Aztán a switchbe bele kéne tenni ezt a route-ot, ezt a not ot ugye? Tehát megyünk a switchbe, és beletesszük a not Aztán npm start, na, na nézzük, akkor terminál fel, és npm start. Akkor most a hold erejét fogjuk, fogjuk uh, hívni, ugye, és a hold nevében futtatjuk ezt a programot és meg, fog meg fogja állni a helyét, ugye az is hold. És, hiba, module not found, can't resolve, react router, domain, what, ez. Ja, persze, ez, ez még az én hibám, bocsánat. Itt nem követtem megfelelően az utasításokat, mert elfelejtettem telepíteni a react router domot. Hát ezt akkor most megtesszük. Tehát, telepítem. Jó, ez, ez teljes egészében én nem követtem az utasítást. Látod, tehát a probléma ilyenkor a képernyő és a szék között van, tehát ez most velem volt a probléma. Akkor uh, npm start. És uh, ettől még hibát fogunk kapni, tehát ne legyenek illúzióink. És uh, jó, tehát akkor ez fut és futtassuk a programot megint. Na, come on, fussál. Gyerünk igen, megjött a hiba, ezt vártam, hiba, export switch, import the switch was not found, nem találja a switchet a React Router domban. Csak akkor itt dobsz egy hátas, hogy ez micsoda, ez most rossz kódot adott nekünk? Hát én követtem az utasításokat, amilyen jól csak tudtam, npm start, npm run. De még az npm run buildet azt nem fogom követni, ez majd még később jön a, a githubra. Aztán Rákérdezek, most melyik verziót használod a React Routerből? Aztán azt mondja a hatos verziót. Mondom, jó van, akkor nézzük meg, hogy itt mi van. Hát, itt is hatos verzió. Tehát, mert tudod, van, egy hatalmas különbség az ötös és a hatos verzióhoz. És lelövöm a poént, ez a React Router ötös verzió. Aztán mondtam, hogy megpróbálom rávezetni a ChatGPT-t, bár már tudom a megoldást azt mondom neki, hogy nekem is hatos verzión van, akkor miért kaptam ezt a hibát? Szóval azt mondja, úgy néz ki, hogy valami React Router probléma, import probléma van. Nem, nem az a probléma van, az a probléma, hogy te, ChatGPT, egy React Router 5-ös kódot adtál. És most halál maga biztosan állítja, hogy a hatos verzióban a switch komponenset már routes komponens adta. Jó, akkor Annyi van, hogy... És akkor most... Na ez egy kicsit más is a kód, erről egyébként van külön tanfo, a React tanfolyamunkban, az 5-ös és a 6-os verzióról is van egyébként anyag, tehát ez konkrétan onnan meg tudod tanulni, ha szeretnél érteni is hozzá, és nem csak eljátszani, hogy programozzunk mesterséges intelligenciával, akármit is jelent. az üzletember ugye kitalálja majd, hogy milyen csodálatos világ alkalmazást akar írni, beadja a AI-nak, hogy majd írd meg, aztán majd készen lesz a program, és akkor kaszálunk sokat, ugye? Tehát akkor ez, ez ez, ez sokaknak ez a gondolata, de a valóság, az látod, hogy már itt ebben az egyszerű példában kiütközik, és akkor már látom előre, kommentálj, ha nem értesz ezzel egyet, várom már a kommenteket, hogy be, miért nem a 40 ás verziót használod, az sokkal jobb, vagy miért nem egy, egy vagy két évvel később próbálod ki, akkor sokkal jobb lesz. Emberek, figyeljetek, nagyon fontos, van néhány alap dolog, amelyeket érteni kellene a szoftver mérnökségben, tudom, hogy nem mérnököket kérsz, én egyébként mérnök vagyok, oké, tehát diplomás mérnök konkrétan. De ez ne, nem azért mondom, hogy elhígy nekem bármit, nézz utána te magad, vagy kérdezz meg más mérnököket. Ne üzletembereket, ne társadalmi informatikusokat, ne ilyen, olyan embertípusokat, akik úgy nem, nem, nem értenek ahhoz, hogy hogy működik egy konvolúciós neurális hálózat például. Vagy akik nem tudnak megoldani egy több ismeretlen, lineáris egyenletrendszert mátrixokkal, vagy nem tudják leprogramozni akár JavaScript-ben, akár Matlabban. Szóval ne, ne ilyet, jó? Tehát ne, ne olyanokat kérdez, Olyanokat, akik értenek is hozzá, nyugodtan szívesen vitázok bárkivel. Na most. Van egy ilyen fogalom, hogy kombinatorikus robbanás. Ez arról szól, a kombinatorikus robbanás, hogy amíg van egy egyszerű példa, ott olyan szépen fog kinézni a megoldás, hogy jaj, olyan szépen jól legenerálja az egész programot úgy, ahogy van, és olyan csodálatos minden. De aztán jön a kombinatorikus robbanás, hogy amikor már egy valós életben lévő feladatot, valós világban lévő feladatot próbálsz megoldani, akkor nem kétszer olyan nehéz lesz, nem ötször olyan nehéz lesz, hanem mondjuk tízmilliószor olyan nehéz lesz és még egy nagyon kicsit változtatsz rajta, akkor lehet, hogy nem 10 milliószor, hanem 10 milliárdszor olyan nehéz lesz, vagy még mehetünk 10 hatványaival felfelé. Aztán végül kiderül, hogy olyan nehéz a feladatot megoldani ezzel a neurális hálós módszerrel, hogy a végén az lesz, hogy a nehézség az nagyobb lesz, mint a hány atomban az egész univerzumban. És akkor sok sikert tényleg. Na, akkor itt van ez a React Router 5-ös kód, ez a React Router 6-os kód. Ha csak bemásolod, akkor most mondom, hogy el fogod veszíteni a Not Found Routot. Tehát nyilván az egyik változtatás az az, hogy switch helyett routes van. Ezzel mi meg tudunk békülni. És a ráutokat magukat pedig másképp írják, mert az ötös verzióban csak annyi van, hogy van egy ilyen component prop, és ebben az about van, és ez az about, ez micsoda? Hát az, hogy itt egy about h2-t ír ki összesen, ennyiről van szó, ez, ez fogja megjeleníteni. És uh, itt az az egyszerű az, ebben, hogy egyszerűen csak a komponens kell ideírni, de itt magát a jsx-et kell ideírni, és ez azért logikusabb, mert itt uh, egy uh, prop... Uh, Prop ki egyenlő prop value, tehát itt könnyen át lehet adni neki így propokat, jó? Tehát itt ennek ez a lényege, tulajdonképpen az egyik lényege. Tehát akkor itt van a két raut, ezeket így bemásolom, jó? És akkor most mondom, hogy ez a harmadik, ez nem fog működni, mert az másképp van tehát ez eddig jó, a harmadik az még mindig nem jó, és akkor mondom neki, hogy figyelj, elfelejtetted a not found route-ot. Bocsánat, az oversight. Ugye figyelmetlen volt már megint, és akkor itt odaadta. Nyilván a path egyenlő csillag, erre fel kell készülni, hogy itt, egy pátot meg kell adni a route ugye a csillagot, és element egy not found. Oké. Okay. És azt még elfelejtettem, hogy itt a switch helyett a route-ot kell beimportálni. Remélem, hogy ezt a kódban itt külön felhívta a figyelmem, így van egy switch helyett rá ott van, csak erre, erre így a szövegben kicsit kevésbé kevésbé um, egyértelmű, tehát tudnod kell megint, hogy hova nyúj, különben egy ilyen, vagy az egészet bemásolod, az egész kódot ugye, anélkül, hogy értenéd, csak akkor az Ace of nek a tanácsára emlékez, hogy Life is demanding without understanding. Tehát az élet az kifejezetten sok kihívással jár, ha nem érted, hogy mit csinálsz. Tehát, akkor uh, tovább megyünk, akkor I will soon upload... Jó, oké, okay. hamarosan fel fogom tölteni GitHub pages-re, de szkeptikus vagyok, hogy működik-e. Úgy azt feltételezem, hogy nem fog működni. Légy szíves, már a kódodat, hogy működik-e. Működne-e GitHub Pages-en. És azt mondja, igen, minden korrekt. Megnézem, hogy minden korrekt-e, és a végén rájött, hogy minden korrekt. Not found is itt van, minden itt van, jó. Most mondom, hogy hibás lesz. Hibás lesz GitHub Pages-en. De még egyszer rákérdezek. És uh, akkor ugye ez volt a link, most nekem RR demo lesz. Jó, tehát mindjárt megyünk GitHubra és megoldjuk. Tehát biztos vagy, hogy működni fog GitHub Pages-en, ha ez a linkem? Kérdője. Tehát igen, működni fog GitHub pages ha ez a linked. Itt van a Summary, és a... És, uh, ja igen. Uh, itt nem, nem, nem arra gondoltam, hogy nem fog működni azért, mert a, amikor navigálok, akkor majd be fog halni a program, majd ez is lesz hanem itt megpróbáltam rávezetni konkrétan ezt a fantasztikus eszközt, hogy figyelj, ez a linkem. Mert ha rájössz, hogy ez a linked, akkor rájössz arra, hogy itt van a package.json, és ezt is tanuljuk egyébként, itt van a package.json, és uh, itt kellene egy homepage. És nincs homepage. Ez a probléma. Tehát azt mondja, hogy hát igen, kéne egy homepage, de ezt még ott az elején sem mondta, hogy kellene homepage, amikor az instrukciókat megadta. Meg, meg, tudjuk nézni. Tehát ha nem hiszed, akkor nézd meg, itt van a videó. Tehát npm start, npm run build, ghpages, deploy, deploy scriptet mondta azt, hogy a package json script be kell tenni, és npm run deploy. És ez lesz akkor majd a link, jól van. De azt nem mondta, hogy homepage kell. Arra nekem külön rá kellett többször kérdeznem és végre, amikor úgy tettem fel a kérdést, hogy benne van a link, akkor megtalálta a hasonló szöveget, hogy hát kéne egy homepage. Jó, tegyük bele a homepage-et. Tehát ezen nem újon, homepage, ott a vesző, és most rr-demo lesz, ez lesz a repository neve, és most akkor, létrehozok egy újabb terminált, hogy ne kelljen folyamatosan leállítani, meg futtatni. Tehát comment promptunk lesz, most visszamegyünk egy kicsit az időben, és comment promptot fogunk használni. És git status, ugye a create react app, ha tudod, hogy már létrehozott ugye egy git repozitorit a számítógépeden, akkor neked nem kell git init git add git commit m, és mit csoda ez, tehát a RR demo, most nagyon fantáziadós nevem lesz. Aztán megyünk GitHubra. Tehát itt vagyunk GitHubon, repositories, new, és RR demo, mindent érintetlenül hagyunk create repository. Fogjuk ezt a három utasítást, megnyomjuk ezt a gombot, beélesztjük ezt a három utasítást, ha nem tudod, akkor megkérdezheted a chatgpt t és 20 annyi idő alatt megcsinálhatod te magad is. Aztán ez, 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 ezért tanulunk ugye szoftverfejlesztést, hogy látod, megkérdezed, még félre is vezethet. Jó. Tehát akkor megvan, megvan az RR demo, és pusolva is van. Tehát most úgy elvileg minden oké. Okay és itt van a commit, itt van a source folder, még csak main branchünk van, tehát még nincs GH pages branchünk, mert majd az is lesz hamarosan. Ja igen, és home ez így nagyon szépen működik, ezt elfelejtettem bemutatni, hogy egyébként itt a saját szerverünkön, ugye a számítógépen futó szerveren nagyon szépen működik, és ha ide adok valami, valami nonsense-t, akkor a 404 jön. Jó, és nem meg lehet navigálni. Ez a navbarunk, bár nem úgy néz ki, ez pedig maga az oldal. Tehát kezdjük már megoldani a problémát. És akkor azt mondja, ensure you have a correct base name. Na, akkor ebbe most bele fogok mindjárt kötni. Láttad, hogy működött eddig a program. Na most nézzük, hogy működik-e. A correct base névvel, tehát a routes akarta adni, ha minden igaz, a correct base name -et. És akkor nézzük meg, tehát akkor most futtatom a programot. Hát, még működik, jól van. Persze, mert az van, hogy a process.env Nézzük csak, process.env Hoppá, ez reference error ad. Tehát itt most a routes base name egyenlő process env public url, ez úgy néz, hogy a routes komponens az kezeli, hogy mi van akkor, ha valami hiba van, de itt én egy kicsit szkeptikus voltam, hogy mégis ez a process env public url, ez mégis ez hogy működik, vagy hogy nem működik, de azért rákérdeztem, jó, csak a biztonság kedvéért hogy mi van, ha ez undefined, a process env undefined. Hát ebben az esetben kódoljuk bele az kézzel. Hát ez nem egy jó válasz. Na mindegy. Nem, nem ezt gondoltam. Mi van, ha lokálisan undefined, de a live szerveren pedig definiált? Hát ebben az esetben megteheted azt, hogy egy ilyen ternáris operátort használsz, és ha ez létezik, akkor ezt csinálod, ha meg nem létezik, akkor meg ezt. Tehát meg lehet csinálni, jó akkor mondtam neki, hogy jó, létszeres használd a dupla kérdőjel operátort, hogy a base az értékét rövidítsd. Azt mondja, hogy jó, oké, rendben van. És akkor már azt csináltam, amit egyébként én írtam volna. Jó. Tehát látod, ha nincs kompetenciád, nem tudod feltenni ezeket a kérdéseket, és akkor mi marad neked? Hát az a kód, ami végül is valamit megold, hogy azt oldja meg, amit szeretnéd, az, az már jó kérdés. Na mindegy. De egyébként van egy nagyobb probléma, hogy, a, hogy ez a process.end, azt feltételezem, hogy ez elérhető, csak a public URL az nem elérhető, ezért készültem fel az undefined-ra, de a maga a process process nem létezik, akkor a process.env az már kivételt fog dobni, vagy hibát fog dobni. Úgyhogy ez, erre most külön nem készültünk fel, ezt most figyelmen kívül hagyjuk. Látszik, hogy ettől függetlenül még úgy néz ki, hogy fut a programunk, tehát minden szép és minden jó. És akkor tovább megyek. A... Nem hiszem, hogy a GitHub Pages deployment instrukciók korrektek. Légy szíves nézd meg még egyszer. A... Itt fogjuk hoztolni és ez azt jelenti, hogy ez a username, ez pedig a repository name. És akkor mondja, hogy jó, oké, homepage. Ezt azt hiszem már egyszer eljátszottam vele, hogy kell egy homepage. Tehát ez mind rendben van, build és deploy. You need the homepage, igen. És akkor uh, utána köszönöm, deployoltam. Tehát most deployolnom kell. Tehát uh, már megvan a homepage a package.json-ban, az RR demo. Tehát npm run build. akkor ez most a JavaScriptet felépíti. Itt van a build folder, és itt van a public folder. Tehát ez szép és jó. npm run build működik. akkor npm run deploy, ez most egy viszonylag rövid megoldás lesz de ja igen, ez most megint a probléma a számítógép képernyője és a szék között van, tehát itt most elfejtettem az npm i gh pages minus minus save beírni, amit egyébként mondott is nekem a ZI, csak itt most tényleg velem volt a gond, az beismerem, amikor velem van a gond, jó? Tehát itt most nem az van, hogy megpróbálom elfe elfejteni, hogy nem is mondtad, hanem az, hogy ö, itt most tényleg ezt elfelejtettem csak ezt látod, hogy ezt én mondjuk fejből írtam inkább. És uh, egy deploy scriptet is hozzá kell adni a package json ez pedig egy új commitot is jelenthet akár. Tehát uh, hol van a scripts, nekem a scripts kellene. Igen, ide írunk egy vesszőt és ide egy deployt, és itt megtöröljük a veszőt. És akkor uh, utána git status, git add git commit minus GH Pages, uh, Git Push. És akkor uh, még egyszer csinálok egy npm run build buildet, bár ehhez nem kell komitolni a main ághoz, hogy hogy telepíts, vagy feltöltsük GitHub pages re de mindegy, buildelek még egyszer, és a build után jön az npm run deploy. Tehát ez, ezt mondta, tehát ha nem tudod, hogy most mit, mit csinálok, akkor a ChatGPT is megtanította volna. Egy Csak rövidítem egy kicsit, hogy ne le legyen olyan sok idő. Tehát látod, npm run deploy az itt van, és az npm run build az is itt van. És akkor jó szép és jó, megyünk tovább. Itt voltam valahol a problémával, hogy I find a, végül deployoltam. Tehát npm run deploy publish. Minden szép és jó, publikálva van a maga az oldal, csodálatos. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor elmegyünk a settingsbe, itt pedig a pagesbe, akkor látod, hogy van egy gh-pages branch, és, és erről fut a program, és ha várunk egy fél percet nagyjából még, akkor itt meg is fog jelenni maga a link, csak ez nem azonnali. Na nézzük, hogy mit akartam vele, mert szép és jó, hogy ez lokálisan így működik, majd ott is ugyanígy fog működni, csak van egy kis gond. Elmegyek az About-ra, e és frissítem az oldalt, hoppá, nézd meg, ott vagyunk az ebauton, ott maradtunk, tehát megjegyzi azt, hogy az ebauthoz az About oldal tartozik. Tehát ez szép és jó. Na most nézzük meg, készen van, tehát az RR demót meg tudjuk nézni, ez most GitHub pages fut, és Hó, na, itt már rögtön láttunk problémákat, több problémát. Az első probléma, hogy itt van az RR demo, és azt érdekel, hogy not found. De amikor a gyökérkönyvtárban vagyunk, akkor azt írná ki, hogy home, nem? Tehát itt home kellett volna kiírnia, és azt írta, hogy not found. Elmegyek az about elmegyek a home-ra, elmegyek az about -ra. Csak itt látod, hogy valamiért eltűnt az error innen. És ami még szebb az egészben, hogy amikor megnyomom itt az enter akkor kapok egy 404-es hibát. Na vajon mi lehet a probléma? Na vajon mi lehet? nyilván valamennyi tapasztalattal rájöhetsz arra, hogy a GitHub Pages-nek van egy szerver oldali útvonalválasztója, server-side routing. Jó? És ez a server-side routing azt csinálja, hogy amennyiben az RL demóban vagy, akkor jelenítsd meg ezt a React alkalmazást. De közben a React-nek van egy kliensoldali oldali útvonal a client-side router. Jó? Ez a client-side routing szolgáltatás. Ez pedig felülírja push state-tel, a linkben azt, hogy éppen hol vagyunk, de ez egyben egy teljesen más alkalmazás, vagy teljesen más oldalra navigálná a React Routernek, nem a GitHub Pages Routerének az útvonalváltozóját. Elmegyek a home és akkor látod, hogy elmegyünk ide, és itt pedig van valami, csak ezt nem én írtam ebben az alkalmazásban, hogy nem a chat GPT írta, hanem itt konkrétan egy ilyen checkbox imitátor kódon van, amivel érzékeltettem, hogy hogyan kell, hogyan kell csak HTML, CSS-ben random checkboxot létrehozni. Tehát látod, hogy itt problémák vannak, és ezért elmentem, mint egy, mint egy jó-rossz ügyfél reklamálni, hogy, hogy na, most te mit csináltál itt? és a probléma az, hogy a probléma az, amit már előre jeleztem korábban, hogy betöltjük itt, és utána ráklikkelek az about és minden működik, de amikor újra töltöm az új linken, kapok egy 404-et. Mi a probléma? És itt helyesen megmondja, hogy az issue az az, a probléma, hogy a kliens oldali útvonalválasztó a GitHub Pages-szel együtt összeakad a kettő és akkor azt javasolja, hogy menjek csak a public folderbe, megyek a public folderbe, és a public folderen belül hozzak létre egy 404.html-t, mert ez a GitHub Pagesnek egy fantasztikus funkciója, és ez átirányít minket. Ez, ez átirányít. És akkor ezt én létrehoztam, npm run build. Most nem komitolom, nem pusolom ezzel nem húzom az időt. Már megtehetném. És a build után azért deployolok, és ugye egy perc múlva majd látjuk, hogy mi lesz a probléma. De ez nem a megoldás a problémára. Azért valamit megpróbált, tehát ezért nem sokkal rosszabb ez, mint egy Google keresés, bár Google kereséssel már megtaláltam volna a problémának az okát tehát publikáltuk, majd így egy perc múlva látjuk, hogy frissül, de az a lényeg, hogy három perce volt a legutóbbi ugye, feltöltés, és amikor ez a három perc alacsonyabb lesz, akkor elérkezett ide, itt egy ilyen, ilyen úgynevezett kronjobokat kell, ész, kell elképzelni, amely ugye percenként fut, aztán egy idő után erre ez a négy perce dolog ez átvált kevesebbre. És akkor majd tudjuk nézni a vál változtatás, és akkor itt például developer tools betöltjük, és Ctrl f láthatjuk a frissítést. Tehát itt, itt, nézegetni kell majd. Addig nézzük meg, hogy mi történik. Tehát build deploy, igen, ezt én kitaláltam már ennyi idő után. És akkor mondom neki, hogy ez nem egy megoldás, mert, a, mert a, nem, nem, őrzi meg azt, hogy melyik oldalon vagyunk. Hát még ráadásul azt sem igazán őrzi meg, hogy mi van akkor, ha el, elnavigálsz egy másik oldalra. Na, akkor mi van? Akkor, akkor, hogy fog a 404.html, hogy, hogy fogod azt futtatni? Na, sikerült közbe frissíteni, tehát Ctrl f és elmegyünk az about és frissítem az about hát még mindig 404 van, de egyébként, ha elmegyünk az RR demóra, akkor, és frissítjük, akkor, akkor, ugye megtartja. Csak az RR demóból, ha megyünk valami not found akkor látod, hogy átmegy. Ja igen, akkor a React Router demóba megy, ami szintén mű... itt, itt, én hibáztam, mert ez RR demó, nem React Router demó. De mindegy, látod, hogy működik az, a redirekció, azaz az útvonalát irányítás, csak az a gond vele, hogy mindig az RR Demo oldalra megy. Tehát ez, ez így nem jó. És akkor mondtam neki, hogy hát ez nem megoldás, ugye? Tehát a ez, ne, ez, nem megoldás, aztán most jön az igazán félelmetes dolog. Az egyes pontban átírja, hogy ahelyett, hogy npm run buildet írsz, mostantól ír npm run predeployt, amely meghívja az npm run buildet. Ezt egyébként egy, tudom, hogy honnan vette konkrétan egy dev2 cikkből, vagy a dev2 cikk is lehet, hogy más honnan vette, amelyet én magam is használok néha a GitHub Pages beállításhoz, a React alkalmazásoknál de az a lényeg, hogy ez a teljes egyes pont, ennek semmi köze nincs a kérdéshez, és semmit nem old meg, csak ad a szarnak egy pofont gyakorlatilag. Annyit csinál, hát jó, azért nem egészen, de annyit csinál, hogy átnevez egy nevet. Tehát most ráadásul még többet kell gépelni utána. Ennyi a lényege. Teljesen irreleváns a probléma megoldása szempontjából, de mégis valamiért ez a, ez a AI az úgy ítélte meg, hogy én ezt szeretném hallani a legnagyobb valószínűséggel. Vagy nem én, hanem az átlagosan a ügyfelek. És akkor utána pedig jön valamilyen kis szerverbeállítás, én erre nem is voltam már kíváncsi. Minek? Rebuild, deploy, stb. És ez is működik az npm run build, de akkor meg minek csinálta ezt a pre nem értem. Nem is akarom érteni. te értem, csak nem akarom érteni. Aztán mondtam neki, hogy nem. Most kis átsiklottam amellett, hogy egy fölösleges lépést adott, majd még kap érte hamarosan. Old meg a React kódban, és nem a server konfigban, nem a 44 HTML-nél, vagy 404 HTML-nél. Kell, hogy legyen egy React Router megoldás erre a problémára. Tudom, hogy van, tanítom, használom is. Tehát tudom, hogy van, csak te lehet, hogy nem tudod, hogy van, és tovább szenvedsz, mert nem tudod feltenni ezt a kérdést. És azt mondja, igazam van. Persze, igen, igazam van. És a következőt kell csinálni, itt browser router volt, ezt át kell írni hash routerre. Egyébként a ZI védelmében annyit felhoznék most, hogy tényleg annyit kell csinálni, hogy a browsert azt hash-re kell átírni. De mivel adott neki egy éliest, egy másik nevet, ezért a kód többi részét nem kell megváltoztatni. Tehát megtalálta, itt, itt ugyanúgy router marad. De most hash router-t fogunk használni. Tehát git status, most commit git add pont, git commit-m routing, git push, és uh, npm run build, és npm run deploy. Egy idő után megjegyzett, tehát nem, nem, kell félni, hogy ezt most honnan veszem. Nem az első alkalmazás, amelyet így feltöltök, de ha neked az első, ott van minden információ a ben tehát ebben az egyben azért tud segíteni. NPM run deploy. Tehát akkor deployolunk, jól van. És egy, egy, egy másfél perc múlva akkor látjuk az eredményt, hamarosan én addig elszórakoztatom egy kicsit tovább a chatgpt t hogy nyilván lássuk, hogy mi van. Most hashrouter-t fogunk használni. A hashrouternek az a lényege, hogy ahelyett, hogy itt átirogatná ezt az egészet, hoppá, már, már fent is van. A localhost 3000 per rr demo, azt azért tegyük hozzá. És akkor about home. A hashrouternél van egy kettős kereszt, és azután vannak a, az útvonalválasztásnak a részei és amikor GitHub Pages-et használsz, vagy Pages-t használsz, akkor, akkor hash out használj, hogy ne akadjon össze a másikkal. Ugye a GitHub Pages-nek a routerével, és megőrizze ezt az RR-demót anélkül, hogy felülírná. A másik lehetőség nyilván, hogy beleégeted azt, hogy per rr demo per valami, csak ez nem karban tartható, mert abban a pillanatban, hogy átír, átnéz máshova, akkor gond lesz, és abban a pillanatban, hogy ezt az rr demót törlöd, attól még az alkalmazásod működik egészen a következő újraindításig. Amikor frissíted a linket, akkor már nem fog működni. Tehát akkor ezzel megvagyunk. És akkor mondtam, hogy végre, igen, a hash router a helyes válasz. Tehát lehet, hogy nekem kell vizsgáztatnom a chat GPT-t, nem ő nekem. Tehát annyiban segít, hogy amennyiben adsz neki két-három kérdést, akkor tud legenerálni egy helyes React Router 6 kódot. De azt se vette észre, hogy az először React Router 5-ös kódot adott, tehát azért súlyos hiányosságok vannak. És mondtam, hogy egyébként először egy Először az npm run build-et és npm run deploy-t adtad ugye a deployment megoldásnak, és utána a routing problémára azt a megoldást javasoltad, ugye az volt az első lépés, hogy egy teljesen irreleváns változatást csináljak, adjak egy pre-deploy script-et. Miért? Ez azt mondja, hogy igazam van, sajnálom. A pre-deploy script fölösleges volt és irreleváns. Félrenéztem. Köszönöm, hogy észrevetted. A helyes deployment process, npm run build, npm run deploy. De ne szórakozz már velem, tehát ez, az is helye, ez is helyes volt, amiért így ennyit mentegetőztél. Meg ez a másik is helyes. Mindkettő helyes. Nem azon van a kérdés, hogy melyik a helyes. De azért még megköszönni még egyszer meg Mondhatom neki, hogy nem, mindkettő helyes volt csak irreleváns információ volt. Ez azért volt, mert a neurális hálózatod összekevert a forrásokat anélkül, hogy értené, hogy miről is beszélsz? Valószínű, egyébként csak ezt nem biztos, hogy tudja értelmezni. Igazad van. Mindkét deployment process korrekt, helyes. Itt viszont csak a helyesre hivatkozott, csak az egyikre. Mindkettő helyes. A, a pre-deploy script irreleváns és fölösleges. Ez itt csak ismételgette magát. És misinterpretation oversight, tehát itt eljátsza, hogy tud interpretálni, meg figyelmetlen. Megpróbál, megpróbálja a legjobbat, de a hibák azok lehetnek. És ez a nagy tanulság, jó? Tehát ez a nagy tanulság az a, a AI használatához, hogy ha nem érted, hogy mit csinálsz, akkor vakok között félszemű a király. Ha érted, hogy mit csinálsz, akkor vezetned kell az eszközt, és akkor egy-két hasznos dolgot még ki is tudsz préselni belőle, mert most bevallom, hogy én így, ugye az aki tudja csinálja, aki nem tudja tanítja mantra alapján, mert csináltam videót arról, hogy nem tudok programozni, meg hasonlók, ugye. Irónia egyébként csak. De egyébként valaki, valaki visszaírt nekem, hogy... Hogy most berágtál valamelyik kommentre, vagy valami gond van, mert ez, ez a saját, saját gondolatait vagy érzelmeit projektálta rám. Nem, csak próbáltam egy szórakoztató dolgot csinálni, csak valaki komolyan vette, hát mit csináljak. Szóval, mindegy. Tehát az, az a lényeg itt, hogy én nem voltam felkészülve tegnap, amikor kaptam egy kérdést, konkrétan egy tanulótól kaptam egy kérdést, hogy uh, hogyan kell útvonalat választani, és nem voltam arra felkészülve, hogy én most fejből, fejből nyomassam a, a ReactRauter 6-os kódot, jó? Tehát ez nálam se úgy működik, nekem is kell valamilyen forrás, ahol megnézem, hogy hú, mikor írtam utoljára a React Router 6-ot, hát több mint fél éve, vagy majdnem egy éve, nyilván megkopik az emlékezetem, most akkor vissza kell menni valami forrásban, akkor abban a pillanatban, hogy uh, legenerálja nekem a ChatGPT mondjuk ezt a kódot, akkor abban a pillanatban én már képbe vagyok, és tudom, hogy így routes, meg route, erre emlékszem, itt van a path, itt van az element, ennek még propot is tudunk adni, ez milyen jó. Meg itt vannak a komponensek, ezeket mondjuk külön fájba kéne tenni, azt is tudom, hogy hogy kell csinálni. És onnantól kezdve már tudom folytatni. De nekem kell időnként ez a segítség, mint ahogy szinte minden szoftverfejlesztőnek kell ez a segítség, hogy na azért valami alap dolgot csináljunk és arra azért volt mentális kapacitásom nyilván, abban a pillanatban, hogy láttam, hogy legenerálja ezt a kódot egy switch meg komponentel, akkor valami így megszólalt ez ilyen, ilyen spider sense, tudod, ez a PO köztön, vagy micsoda, hogy ö, itt valami nem stimmel. Meg amikor megláttam, hogy browser router csinált, akkor ott szintén megszólalt, hogy itt valami nem stimmel. És akkor egy problémára fókuszáljunk egyszerre, tehát megkérdeztem, hogy melyik verziót is használod, mert tudtam, hogy az ötöst használja. Nyilván, ha nem tartalmat szeretnél generálni, vagy nem oktatsz éppen, akkor, és nem akarod felhívni a, a ChatGPT halucinációira a figyelmet, akkor értelemszerűen nem ezt a kérdést teszed fel, hanem azt, hogy ez React Router 5-ös kód, légy szíves React Router 6-ban írt. És akkor megsporolod ezt a, a conversation lépést, ezt a beszélgetés lépést. És egyszerűen csak kapod a kódot, és kész. Úgyhogy mindenki levonhatja magának a tanulságot, hogy mennyire minden tudó a mesterséges intelligencia, vagy mennyire nem. Vitákat, kommenteket, sőt, lájkokat, meg az ellentétét is akár örömmel várom a erre a videóra. És még egy fontos dolog, hogy ezt a videót is a Programozás Karrier Klub támogatja, és hát ugye mi támogatjuk saját magunkat, és itt a csatlakozhatsz hozzánk, kapsz egy csomó tan tananyagot köztük, react és React router interjúzást, nézd meg az oldalt, ott van a link a leírásban, programozáskarrier.hu per klub, a chat közösséget, és uh, ezen kívül még bónuszokat is, ugye bónuszkönyveket is. És uh, láthatod, hogy ennek az ára jelenleg még igen baráti, 19.900 forint plusz álfa per hónap, ez már nem sokáig lesz így, emeljük az árat. Nyilván ez nem egy mentor program, tehát itt nem arról van szó, hogy minden kódot átnézzük, visszajelzést, ad, a videó visszajelzést adunk, meg segítünk ugye a, a, a önéletrajz, LinkedIn profilban, minden egyéb, az, az más. Jó, tehát itt, itt nem az van, hogy most azonnal azonnal mindent uh, tudsz, de jöhetsz órára konzultálni, és ott gyakorlatilag feltelted a kérdéseidet szintén hasonló témában, csak hogy ne legyen gond, mert időnként vannak konzultációs órák is, és mindezt ezen az igen baráti áron tudod elérni. Jelenleg ez egy havi előfizetés, ha még tovább akar spórolni, akkor van egy éves előfizetés, amelynek ez a havi ára, tehát uh, ez azt jelenti, hogy ez beszorzott 12-vel, és uh, ugye plusz áfa, és az lesz az éves előfizetés díja. Tehát, uh, ha úgy gondolod, hogy uh, szeretnél hasonló, akár mesterséges intelligenciával megtámogatott uh, módon, akár anélkül, ugye kompetens uh, programozói, termék, uh, termékmenedzser, ux uh, Design, UX Interaction Design, frontend fejlesztő, backend fejlesztő, weboldalépítő, Wordpress karban tartó, hasonló, hasonló képességeket szeretnél szeretnél trenírozni, plusz tanulásmódszertan, LinkedIn profilépítés önéletrajz készítés, interjúzásnak a. ugye mind a HR, nem HR, hanem a a, a behavioral interview, tehát amikor amikor viselkedési interjú van, mind a technikai interjú, tehát ha ezeket mind szeretnéd, és szeretnéd tudni, hogy hogyan kell jó portfólió, projektet készíteni, akkor ott, itt a helyed a programozás karrier klubban link a leírásban.